Halló! Szevasztok! Üdvözlök mindenkit! Majdnem kilógok a képből, de csak majdnem. Sziasztok, szép estét! Üdv Miska! Egy elmaradt játékot fogunk most pótolni. Múlt hét pénteken kezdtünk volna neki az Outer Wilds-nak, viszont a technikai okokból nem sikerült elkezdeni, úgyhogy ma fogjuk. És ha minden igaz, majd folytatjuk. Hát talán pénteken, de majd meglátjuk, hogy sikerül. Elvileg olyan 5-6 óra környéke a végjátszás a játéknak, tehát én olyan 3 kötőjel 4 streamet. Hát attól függően, hogy sikerül a puzzle-öket megoldani, persze. Mindenképp rászánnék. Hát meglátjuk, ahogy sikerül. Na, úgyhogy indítsuk is be, mert egyelőre még csak letöltöttem, reméljük működni fog. Na, várjatok. Megvan csak. Oké. Jó, egy pillanat. Itt is vagyok. Na nézzük. Az optionseket gyűjt, csak gyorsan ránézek. Hogyha hangos, akkor szóljatok, és akkor halkítunk rajta. Jó, ez fogalmam sincs, hogy mi. Hát várjatok csak. Ránézek, hogy hotméter mit mutat. Halkítok egy. Azért nem ennyit. Jó. Hát talán így jó lesz. Jó, oké. Text speed. Normál. Jó. Oké. Jó, hát ezt majd beállítjuk, hogy jó legyen. Na, hát akkor kezdjük. Szép estét, szíves top soros. Pergessük. Csináljunk marshmallow-t. Hát te ki vagy? Na jó, csináljunk. Ó, stop soros, nagyon szépen köszönöm a 3 hónapot. Köszi haver. Ha egy harmad terhesség? Hát igen, az első trimeszteren túl vagy. Trimeszter, így hívják, igen. Gratulálok hozzá. Együk meg, jó ez már? Nem tudom, mikor jó az ilyen. Hát együk. Oké. Okay. Na jó. Slate. Várjatok.
nem fogjátok látni a feliratot. Hopp! Talán így már jó lesz, akkor a feliratot is látjátok. Jó. Oké. Ó. Oké. Na, menjünk el a... Tehát, hogy induljunk el az űrbe. Ő már készen áll. Oké. Jó. Hát én leszek akkor a pilóta, aki valószínűleg kipróbálja a dolgot. Ne törjem össze. Hát jó. Oké, tehát a kilövési kódokat meg kell szereznem Hornfelsztől. Oké. Jó, tehát kellenek a kilövési kódok. Ja, és ehhez kell. Aha. Ez a rakétánk amúgy. Hát valami. Jó. Rendben van. Na gyerünk. Oké, ugrani már tudunk. És ott megy egy másik űrhajó. Már ha az az, persze. Így első ránézésre annak mondanám. Modellhajó. Értem. Jó. Oké. Jó, szuper. Megijesztettél. Hogy nem, minden rendben lesz. Semmi probléma. A fények nagyon érdekesen alakulnak. Jól néz ki egyébként. Egy gejzír. Talán. Mi lesz az ebéd? Tehát inni akar, mert hogy azt hallotta, hogy megyünk valahova. Én nem, amikor visszatérek. Jó, oké. Igen, bírni kell az italt, ez nagyon fontos. Azt mondja, hogy ez a vadászó gyűjtögető életmód ebből a trial and error módszerből alakul. Hát egyébként, hát kipróbáljuk, aztán meglátjuk. Ami alatt azt érti, hogy az őseink nagyon sok rossz dolgot ettek.
Hát igen. Ez benne van. Először meg kellett tapasztalnia valakinek, hogy a gyilkos galóca az nem ehető. Hát muszáj a statisztikát felhoznunk. Tehát, hogy minden rendben lesz. Igen, az űrprogram már nagyon régóta tart. És hogy köszönjük, hogy mostanában már azért nincs annyi baleset gyakorlatilag. És sok sikert a rakétákkal. A retro, hát gondolom ez a visszatérő rakéta akarna lenni. Hát itt a kódok azért nem itt vannak. Hello, ő Marl. Hiányozni fogunk neki. Tehát fából készült rakétával fogunk menni. Ja, nem csak a kilövő állás van fából. Hát, hogy gyúlékony-e a kilövő állás? Hát igazából az már majdnem mindegy akkor, nem? De valószínű nem abból, nem gyúlékony az. De köszi már a lehetőséget. Ja, Miska, amúgy akkor betoljuk a marshmallow-t. Ennyi. Igen, elhagyjuk a krátert ma. Elvileg. Igen, tehát, hogy tartsák karban a szerszámaikat, ha esetleg valakivel találkozunk. De milyen... Ja, hogy a többiek vannak az űrbe, akkor adjuk át neki azt az üzenetet, hogy tartsák karban a hangszereiket tulajdonképpen. Jó. Ha zenét hallok, akkor ez az űrprogram más utazóitól származik. Oké. Jó. És akkor tudom őket követni elvileg. Köszi, Gneis. Nem tart sokáig egy nap, alapvetően. Ha így ránézek, elég gyorsan halad a dolog. Jó, na, observatóri, oda kell mennünk. Arra tovább majd. Sziasztok! Ez itt a Woodstock? Tehát bujócskázni akartak, csak nem mondják nekik kölcsön ezt a jelkövetőt, talán. Így lehetne fordítani szignálszkóp. Mert hogy nagyon érzékeny műszer. És hogy hát vigyázni kell rá. Hát, szörnyű. Hát ma nem. Ma nem adom kölcsön az enyémet. Majd később. Galena. Jó dumáltunk.
Oké, akkor menjünk tovább. Öreg itt pecázik. Oké. Ugye a nagy vízbolygóra menne. Hát ott tudna horgászni, az biztos. Giant Deep. És oda le is szálltak oda. Aha. És mélyebbre akartak menni, a vízbe. Aztán hirtelen nem tudtak tovább menni. Micsoda történet. Igen, mert van valami áramlat itt a szöngő. Hát egyet csak nem mondok. Azt mondja, ne szóljak bele. Ja, hogy tehát a víznek a víz egyszerűen megtagadta tőlük, hogy mélyebbre menjenek, tehát nem engedte nekik, mint hogyha meg a víz akarta volna megvédeni Gavroékat. Hát jó. És abban a elképesztő sötétségben Gavro észrevette valamilyen szörnyet. Valaminek szörnynek a... hát a gojszliák. Nagyon kicsit. Jót nevettem. Köszönöm. Oké. A lényeg, hogy... az öreg nagyon vicces kedvébe van. Nekünk meg dolgozunk kéne. Hát, minek bizonyal ez az observatórium. De jól néz ki. Már mind nem olyan értelemben, hanem olyan... Oké. El is szédültem egy pillanatra. Hát te ki vagy? Arkóz. Szia. Ghost matter. Tehát ilyen szellem anyag. Veszélyes a Ghost Matter, vagy nem? Hát így hangzás alapján szerintem az. Ráadásul Tektájt elvesztette a lábát amiatt. Hát igen. So cool, hát mindenképp. Mondjuk ha visszanő neki, nem tudom. Jó. Hello Ceva, szia. Hát menjünk tovább. És mit kell lefotózni? Ó, értem. Ezen látszódik a Ghost Matter. Jó.
Dark Material. De az egy másik film. Jó. Oké. És föl is kelt a nap. Hogy ment az árvizsga? Szóval remek a... Zero G Cave. Ezt nézzük meg. Hát, mármint úgy értve Szeva, hogy valakinek remekül, valakinek annyira nem, de hát ez ilyen. Remélte, hogy találkozunk a kilövés előtt. Ideges vagyok-e? Hát lassan már kezdek. Igen, Miska volt sajnos. És hogy sikerült Szeva amúgy? Van valamilyen műhold, amely nem csak egy darab mining equipment, ilyen bányászfelszerelés. In need of repairs. Hát próbáljuk ki, hogy milyen. Na, szóval gratulálok, az szuper, az szuper. Írtam én neked, írtam én bírálatot? Miért nem emlékszem rá? Biztos írtam, na amúgy. Mindegy, csak valamiért nem emlékeztem, hogy írtam neked bírálatot. Van flashlightunk, mármint nem olyan, hanem zseblámpánk. Igen. Jó, hát menjünk le. Mekkorát tudok ugrani? Hát mondjuk 0G-be. De akkor hát pont nem tudok. Ja. Oké. Okay. Ja jó, és akkor van... te fasza. Űrhajós vagyok. Jó. Hát... Downthrustot, azzal most nem nagyon tudok mit csinálni, de az upthrust az, az jó, tehát a fölfele hajtás. Na itt át kéne menni oda. Ó, sima ügy. Persze óvatosan kell, de jó. Oké. Okay. Tuf. Úgy hívják, ahogy csinálja. Tuf. Kedves tőlem, hogy lejöttem hozzá a bányába, hát. Oké. Hát. Nem szereti a bányát, vagy hát ezt a barlangot, bányát, barlangot. Izzadt tőle a tenyere. Hát biztos sok sült krumplit evett. Na, akkor ide kell jönnünk. Zero G Cave.
fizik. Egyszerű. Jó, itt egyre alacsonyabb a gravitáció. Tehát megyünk le. Egyre kisebb. Oké. Hűha. Mi a... Oké. Okay. Ó, mit kell csinálni? Na várjatok, mert el fogok szédülni. Jó, jó lesz, jó lesz. Össze-vissza. Jó. Na, ha megnyomom a space-t. Ó, akkor meccseli a... Jó. Tehát akkor ugyanazzal a... Hát... Sebesség. Fogalmazunk úgy. Jó, tehát közel megyek. Nyomva tartom az E-t. Ennyi. Megjavítottam az űrben egy műholdat. Bocs. Ezt már LinkedIn-re írom is ki. Oké. Okay. Aha, oda kéne menni. Ez még a tutoriál, hát meg kell tanulni a játékot. Jó, akkor hol a harmadik vajon? Elmegy a lámpa. Na, keressük meg a harmadikat. Azt csináltuk meg. Az is kész van, akkor emit lenne. Ez jónak tűnik. Óvatosan kell ezekkel a trasztokkal, mert fogy az üzemanyag. Az az igazság. De hol van a... Amit javítani kell. Még kezdek elszédülni. Ó. Oh. Oké. Okay. Ez a meccselés, ez amúgy jó, jó, hogy van. Segít. Na. Hát azt hittem nekem kell összekötögetni. Az lett volna az igazi.
Jó. Na és akkor most... Most hova? Menjünk ki. Hát gondolom. Jó. Hát akkor menjünk. Okay. És itt már van némi kis gravitáció, szóval be kell pörgetni a dolgot, és itt is vagyunk. A bányász. Jó, hát akkor mehetünk. Srácok, csak valamit meg kell nyitnom. Jó, mehetünk. Nem menj neki semminek. Hát alapvetően ez egy nagyon jó javaslat. Így autóvezetésnél is alapvetően ez egy nagyon fontos szempont, hogy nem menj neki semminek. Köszönöm a tanácsot. Oké. Köszi. Úgy érezte, hogy el kell mondania még egyszer. Jó, és arra van az observatórium. Oda megyünk. Gyaníthatóan ez lesz az. Egy kis, hát, múzeum. Ó. Oh. Hall. Ő is nagyon nézigatott. Izgatottak vagyunk. Oké. Valamilyen szobrot. Van új szobor. Jó szobor. Bár szerintem sokat ült a monitor előtt, és egy kicsit úgy. De mindegy. Jó, és akkor ez az observatórium? Gyaníthatóan.
A golyók maguktól mozognak. Ez melyik Newton törvényben van? Hát igen, a holdnak a gravitációja húzza. Fizik. Oké. Egy mozgó szikla. Ez meg tehát akkor Schrödinger sziklája. Aha. Érdekes. Hát igen, amíg meg nem figyelik, minden lehetséges állapotban van. Ez baromi jó. Na jó, megyek. Oké. Itt ennek a... hát valamilyen bolygók. Oké, hogy működik a nap? Kifogy majd belőle a hidrogén, és össze fog esni. Elkezd, hát... igen. Oké, és itt vörös óriás. Egyre melegebb lesz. És egy vörös óriásra válik, hát a miénk legalábbis, valamelyik kicsit máshogy működik. Oké, a héliumból karbon, szén lesz, és így tovább, amíg egy ilyen kék cucc nem lesz belőle. Egy szupernova. Hát igen, akkor lesz vége tulajdonképpen a dolognak itt a környékben, nem mostan. Ennek mi a neve? Anglerfish. Hasonló állatka van itt is egyébként a Földön, bármilyen furán hangzik. Jó, nem ilyen nagy buzi fogaival, mármint ilyen hatalmas fogakkal, hanem de ilyen lámpácskás az van. Na jó. Oké. Oké. Saját gravitációs mezeje van? Vagy micsoda? Oké. Picit mókol a gravitációval a dolog. Értem. Jó. Egy leszálló egység. Maradványok, nem ez is valamilyen nómi vagy micsoda, nomai. Csak három szemük volt. Nem tudják, hogy honnan származnak, de remélik, hogy a
a rendszernek a feltérképezésével kapunk válaszokat. Ha voltak művészeti alkotásaik. Aha. Igen, és nem tudják, hogy azért vannak ilyenek, mert hogy valonnan máshol származnak, tehát más az univerzum egy másik részéről, vagy csak nagyon élénk volt a fantáziájuk, vagy képzelő erejük. Uh-huh. Jó, hát a kérdés az, hogy miért... Tehát, hogy innen származnak-e, vagy más naprendszerből? What? Ó! Ja, hogy ez egy írás. Oké, okay. És itt is van egy írás. De jó. Ez nem írás. És így írtak a gnómik. Jó. Szuper. Jó, és körbe is értünk. Menjünk fel az emeletre. Most ez ilyen múzeumbejárás. Na. Ott van József. Ó, ez pedig a térkép. A naprendszer gyakorlatilag. Hát nem ez, hanem... Valamelyik. Aha. Jó. Rá tudok közelíteni. De sok értelme nincs. Ott kering körülötte valami. Jó. Hát ez egy térkép. Aha, ezek ilyen szondák. Űrszonda. Jó. És itten vagyunk. Oké. Okay. Jó, tehát van térkép a naprendszerről, az fontos. Jó. Na. És akkor itt van Honfels, tőle kell kérnünk a indítókódot. Minden rendben van, a körülmények rendben vannak, csapassuk. Na, és én vagyok az első űrhajós, akit ilyen fordító eszközzel szereltek föl, tehát fordító eszközt adtak, amit láttatok is előbb, amit nézegettem. Oké, ő is nagyon izgatott, mindenki nagyon izgatott. Oké, és jó, tehát a nomályoknak a titkait kell tulajdonképpen megfejtenünk. Mi a terv? Hát ha már így a nomályok miatt ennyire izgatott, akkor neki csak ezt mondjuk. Hát meg amúgy is, hát ha már odaadták ezt az eszközt, akkor muszáj használni. Illik. Ezt már tudjuk. Oké, tehát nagyon fontos ez az eszköz, akkor vigyáznunk kell rá.
De mi ez a negativizmus? Hát egyértelmű. Csapassuk. Igen, pontosan a kilövési kódok kellenek. Meg is van. Köszönjük mindent. És ott vannak a, ott van a kód. Látjátok lent. Ez a Morse kód lenne? Amúgy. Ja, nem erre valaki járat. Mintha az lenne. Ja, itt a kijárat, jó. Lehet ez volt a save. Jó. És itt van a Launch Tower. Innen fogunk, ha minden igaz, elindulni. Hello! Igen, pontosan ezt láttuk. Tényleg valóban olyan fura volt az a... Honfelsznek nem sikerült ezt megcsinálni. Jó, ő is nagyon izgatott és irigykedik. Köszi. Sok szerencsét, jó utat. Ja igen, visszajöttünk ide, oké. Vele már beszéltünk. Igen, igen, itt vagyunk. Slade. Akkor... És ez az űrhajónk. Hát... Oké. Okay. Outer Wilds Adventures. Ventures, nem Adventures. Á, mindegy. Jó. Hát gyerünk. Oké, és ez az űrhajónk. Hát gondolom, föl kell öltöznünk. A kilövéshez illik. És itt 1,8-szoros a gravitáció. Ezért érzem olyan nehéznek a lábam. Jó. Shiplog. Tehát a napló. Timber Hearth. Itt vagyunk most. Oké, itt a Zero G Cave, ott voltunk bent.
megjavítottuk a műholdat. Ja, itt igen, egy kis napló, hogy mi történt. Aha. Jó. Plegyka. Ja, értem. Tehát itt, hogy ki mit mondott. Uh-huh. Ez a plegyka mód. Map mód, igen. Jó, itt van a Ember Twin. Ott is vannak pletykák. Ja nem, pletyka csak az, értem, jó. Oké, okay, Brittle Hollow, semmi. Giant Deep. Jó, jó, jó. Jó, hát ez, hogy a, gondolom majd az lesz, hogy az egyes bolygókon mi történik. Jó. Oké. Okay. És akkor most kiléphetünk a naplóból. Igen, itt van egy kis térkép. Rendben van. Jó. És itt is van egy ilyen dűnyögő valami, amitől fura lesz a gravitáció. Ami valószínű egy űrhajón azért nem haszontalan. Ez egy hasznos tanács. Jó. Na, hát kezdjük. Értem. És akkor hát menjünk ide erre az Hourglass-ra, gondolom. Nem a napba. Oda. Ez most éppen közel van, mert éppen tova halad, de reméljük el tudjuk kapni. C-vel lőjük ki magunkat. Nem a Shift-tel. Oké. Okay. Ez nem jó. Nem egy kis baj, nem lehet belőle. Oké. Okay. Jó, most ugyanaz a sebességgel haladunk. Van autopilot, és akkor landing módba be lehet lépni. Oké. Okay.
leszálltunk. Hát vagy nem. Vagy nem oda kell leszállni. Hűha. Hát végül is így is jó. És akkor most... jó. Most szálltunk le. Na és itt mi van? Van egy nagy épület. Hát, ott, mintha lenne egy ajtó. Minden tel van kaktusszal. Jó. Na, itt egy írás. Eltett egy kis idő, mint a utoljára beszéltünk, hogy vagy? És hogyan halad idea, vagy ideje, fogalmam sincs, hogy mondják, a nap állomás terveivel. Jelenleg úgy gondolom, hogy a terveink vagy nem jönnek össze, vagy nagyon nem jönnek össze, vagy nagyon összejönnek. Hát ő nem gondolja ezt olyan viccesnek, érthetően. Ja, mert ez a Jeroval beszélget, és Idea lehallgatja őket. Igen, oké, hát nem örült neki, hát mondjuk nem csodálom. Tehát Idea nem támogatta igazából ezt a állomást itt a napnál. Oké. Ja, és Jaro javasolt, hogy töltsenek el egy kis időt távol ettől az állomástól. Jó. Oké. Shiplog updated, és akkor most beírta a logba. De jó néz ki. Fuck. Ez baj. Láttátok? A hajóm átment a másik bolygóra. Na mindegy, majd utána megyünk. Elvileg... remélhetőleg. Jó, Scout. Ja, egy ilyen kis kamera. Aha. Um,
És most mit csinálják a kamerával? Ez nem is kamera, hanem... Shit. Hát igen, kiukasztja a ruhámat. Ez logikus. Fogy az oxigén, a hajón meg kurva messze van. Valószínűleg. Hát erre nem tudok jönni. Ja, így. Értem. És akkor így tudom... forgatni. Ja, igen, így körül tudok nézni akkor. Jó. Hát semmi különös. Jó, és így vissza tudom magamhoz húzni. Oké. Okay. Jó, rendben van. Mi ez a szignálszkóp? Oh, értem. 3 perc oxigénünk van. Nem sok. Jó, és ezekkel a kaktuszokkal tudok valamit csinálni, vajon? Nem ezt akartam. Ja, ez az, hogy valaki zenél itt nem messze tőlünk. Értem. Valószínűleg a szomszéd bolygón amúgy, ami elvitte az űrhajómat. Jó, na, valahogy kerítsék meg az űrhajónkat. Bocs, leestünk. Hogy kéne. Csak már nincs elég oxigénünk. Hol a hajó? Arra. Aha. Na mi van ez a... Mi is ezzel a hom... sok-sok... hát mi ez? Homok? Aha... Megyünk. Nem jó. De ott van, ott a hajó. Itt a hajó. Oké. Jó, jó, jó. Föltöltöttünk oxigénnel. Minden rendben van. Medkit, refuel, aha. Ja, újra lehet tölteni a ruhát. Vagy hát a jetpacket tulajdonképpen. Na jó, ha már itt vagyunk ezen a bolygón, akkor nézzünk szét itt. Mondjuk lehet, hogy nem a legjobb helyen parkolunk, de nem mindegy.
úgy megindultam, mintha tudnám, hova megyek. Hát ez úgy tűnik, mint valami építmény. Hát ez lehet, hogy ennek a népnek volt valamilyen építménye, nem tudom. Oké, menjünk tovább. Hát az ilyen közel a mi napunkhoz nem szívesen lennék, maradjunk annyiba. Van egy térkép, ti pont nem látjátok, alattam van, hogy merre jártam eddig a bolygón, meg ott jelöli a hajót. Mondom, hogy visszataláljak. Aztán lehet, hogy simán nincs itt semmi. Az ott mi? Elsüllyed a homokba vagy? Érdekes. Próbálok oda fölmenni, hát ott látunk többet. Ó, ez nagyon hasznos. Igen, ez volt kitéve az űrhajóra is, tehát fák közelébe kerültünk, egyből föltöltötte az oxigént. Ez szuper, szuper. Jó. Rendben. Azt ott nézzük már meg, mintha az ott valami építmény lenne. Na, ez valami rejtvény lesz szerintem. Jó. Itt van egy írás, ezt megnézzük.
Tehát azt mondja, hogy ennek a bolygónak néha, de csak néha van egy holdja, ami akkor tűnik el, amikor senki nem nézi. Oké. Tehát ez az első ilyen alkalom, amikor egy ilyen természetes műholdat, hát satellite, sztoritek, nem tudom, Miska, nem tudom. Tehát először találkozott ilyennel, ami eltűnik, amikor nem nézik. Tehát el kéne oda menni, azt mondja. Hát nem tudom. És ami eddig történt velem, ez érdekes. Srácok. Ez jó lesz. Jó. Hát jó. Oké. Jó. Akkor megvan a dolog. Csak azt nem tudom, hogy miért kerültünk ide vissza. De majd rájövök. A lényeg, hogy ez megvan. Mit is akarok? Map mode. Igen. Ash Twin Towers. Van még mit felfedezni ott. Oké. Igen, itt van ez a Sun Station, amiről beszéltek. És hát nem mindenki örült a dolognak, mikor építették. Jó, erről semmit nem tudunk. Ashtwin, Ember Twin. Értem. Jó, itt van az Ether Rock. Mondjuk lehet, hogy először ide kellett volna menni. Na, akkor menjünk ide. Valamilyen eszköz kell ott bekalibrálnunk. A pletyka szerint. Jó. Ether Rock. Kéne egy map.
oda megyünk. Hol van? Ez most a autopilot. Oké. Okay. Jó, eljöttünk ide. Majd le kéne szállni. Óvatosan. Jó, leszálltunk? Fasza. Jó. Kurva sötét van. Nem vettem fel a... Akkor lehet, hogy így halok meg. Értem. Uh-huh. Jó, azt hiszem kezdem érteni a játékot. De akkor az előbb is meghaltunk volna. Lehet elfogyott az oxigénünk. Igen, nem vettem fel a ruhát. Jó, 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 jó. Na, gyerünk vissza. Rálokkolunk a holdra. Hú, Szabi... Szinkelésre. Esküszöm, nem tudom, mire gondolsz. Fejtsd ki bővebben. Jobb helyen vagyunk. Jó, most leszálltunk. Online játékot szeretnél készíteni, és a játékosok között kell, hogy szinkronizálítjanak a kártyalapok. Hát... Ez jó kérdés. Szinkelésre. Hát a... Nem tudom, a szerver update-elje a klienseknél a kártyákat. Kinél mi van, tehát ne, szerveren tartó nyilván. Gondolom én. Aztán amikor valami van, akkor küldesz egy update-et. Ugye, amit amúgy is kell. Online játéknál ez ilyen... Hát, alap megközelítés, hogy... A játék mindig a szerveren fut.
és a kliens oldalon a játékosok csak egy megjelenítőt látnak tulajdonképpen. Nem tudod megoldani? Hello, kekerény. Hát, Szabi, jó kérdés, hát mibe írod egyébként? Mit tudsz nál felhasználni szerverként? Hát írj egyet. Szerver appot tulajdonképpen. Esker. Te itt jó el vagy ám mindenféle űrruha nélkül. Az előbb én meghaltam, az hogy van? Oké, ez a hold. Holdbázis. Jó, hát először ide jöttek, nyilván. Oké, és... De igazából most már csak ő van itt, egyedül. Egyéb kérdés? C-Sharp? Hát Szabi, most C-Sharp-ba egy szervert sem eddig nem tart össze rakni. C-Sharp, Java szerver. És akkor ott tud nyilván tartani a csatlakozott játékosoknak a... tulajdonképpen a lapjait. Aztán a kommunikációt meg valamilyen szoketen, vagy valami ilyesmi, vagy szakiten megoldod. Nem egy atom biztos valami, de kezdetnek nem rossz. Egyéb kérdés, a többi utazó nem jön erre? Amikor még nem voltak ilyen kifinomultak a űrhajók, akkor több, tehát nagyobb volt itt a forgalom. Többet is kellett javítani. Hát, nincs mit, Szabi. Tudom, hogy nem valami sok ez így hirtelen, de... Én így csinálnám. Legalábbis emlékszem, hogy olyan hálózatok tárgyból kellett ilyesmit csinálni. Ott valami ilyesmi egyszerű dologra kellett gondolni, ott az volt igazából a nehézség, hogy C-be kellett megírni a szervert, ami tökéletesen alkalmatlan erre, de mindegy, megcsináltuk. Oké. Mit fütyülték? The North Pole. Ugye kekerényi, hát? Egyéb kérdés. Hát magányosnak tűnik itt. Hát néha csevegnek. Oké.
Hát békés és csöndes itt fent. Oké. Hát igen, kekerényi hardware közelbe kiváló. Semmi sallang, semmi izé. Doze off. Ez mi? Wake up. Ó, lehet pörgetni az időt. Jó, értem. És itt megint csak vannak fák a közelbe. Akkor lehet, hogy az öreg ezért nem problémázik a ruhán. Jó. Na, akkor ez a holdbázis. Csak hogy ne felejtsük el. Hűha! Igen, itt óvatosan kell ugrálni, mert... Itt nagyon kicsi a gravitáció. És semmit nem látni. Most pont napfogyatkozás van, vagy nem tudom. Ja, hogy ez a mi bolygónk itt. Hát egy kis túlzása űrhajó nélkül el lehetne ugrani. Jó, na mindjárt föl kell a nap, és akkor többet látunk. De könnyen lehet, hogy itt amúgy semmi nincs egyéb. Itt egy űrhajó. Pontosabban egy leszálló egység. Kicsit oda van. Jó. És azt mondta az öreg, hogy ha elmegyünk az északi sarkra, akkor ott tök jó vétel lesz a többi, hogy mondjam, utazóra. És akkor hallani fogjuk. Hát elvileg ez az északi sark. Aha. Van ilyen kis... Mondom, hogy óvatosan kell, mert elrugaszkodok és vége. Innen hallgatta a többieket. A Timberharcról jött valami furcsa hang. Na és akkor itt jönnek a rejtélyek, hogy hogy lehetett Feldspar harmonikája, hogyha Feldspar már 1000 éve eltűnt az űrben. Pedig azt mondja, hogy ő az. Jó, és akkor itt lehet most... Ismeretlen. Hát jó messziről. Jó, keresünk másikat. Ah, ez a mi bolygónkon ott lent, ha jól emlékszem.
Most mögötte van egy másik bolygó, ezért hallatszik kettő. Fütyül. Jó, hát gondolom ezeket kell becélozni, ezeket a hangforrásokat. Jó. Na, menjünk, mert elfogy mindjárt az oxigénünk megint. Vissza kéne menni az öreghez, oda a fákhoz. Nehogy baj legyen. Ott vannak a fák. Jó. Amúgy... Nem tudom, hogy menteni hogy lehet majd. Abba bizonytalan vagyok. Esetleg a hajónkhoz kéne visszamenni. Hát, ha ott lehet. Ugrottunk egy jó nagyot. Oké. Itt az űrhajó. Vissza lehet tenni. Jó, és akkor itt a log. Uh-huh. És akkor megint bővült a logunk. Jó, rendben van. Na. Oké, és... Szuper. Azt hiszem értem, hogy mi történik, meg hogy hogyan is működik ez a játék. És majd kezdem fölfogni. Jó, viszont az a helyzet, hogy ma meg kell állnunk, mert még van pár teendőm így estére, ha már így a főnököm is írt egy üzenetet. Úgyhogy ma már tényleg meg kell állnunk. Köszi Miska, hogy szóltál. Valoranttal kéne játszani? Kekerényi. Fogok, beütemezem majd. Szerintem jövő héten majd mindenképp megnézzük. Jó, úgyhogy tényleg megállnánk ma. Ennyit gondoltam mára. Igen, most indul az új szezon. Azért is gondolnám most megnézni majd. Csak a melóval érjem magam utol egy kicsit, és akkor mindenképp megnézzük. Jó. Na, szóval megköszönöm a figyelmeteket, nagyon szépen köszönöm a szubokat, csíreket, donéteket, followokat, de legfőképpen az, hogy itt voltatok és néztétek. Legközelebb holnap lesz stream, ha minden úgy akarja. Szerdai stratégiákat fogjuk folytatni, az anno 1800-at. Nem játszottam vele azóta, úgyhogy értelemszerűen onnan folytatjuk, ahol abbahagytuk. Hát meglátjuk, van teendő bőségesen, úgyhogy lesz mit csinálni holnap is. Jó? Addig is én kívánok nektek további szép estét, további kellemes hetet, találkozzunk holnap. Na, szevasztok!